Jövő héten folytatódnak a tárgyalások, és már remélem érdemiek lesznek a készülőti jellegű munkakörökkel kapcsolatosan. A múltra vonatkozóan zajlik a újraszámfejtés, a jövő az, ami rendezetlen. Informális beszélgetések során úgy tűnik, hogy a Startnál közelének látszik a egyesség lehetősége, a MÁV ZRT-nél bizony-bizony nagyon messziek a álláspontok még egyelőre. Annak viszont egyáltalán nem örülünk, hogy ahelyett, hogy a tárgyalóasztalnál találnánk megoldást, igyekeznénk megoldást találni, olyat, ami mindkét fél számára kielégítő, mert a jelen helyzet, az a helyzet a szakszervezetünk számára abszolút megfelelő, főleg akkor, hogyha azt a jog szerint alkalmazzák. A munkáltatónak vannak vágyai, na de hát ezt úgy nehéz lesz neki megvalósítani, velünk dűlőre jutni, ha időközben ilyen partizán háborút folytat, és arra próbálja rábírni a tisztségviselőinket, hogy módosítsák a helyi függelékeket számukra kedvező módon, ezáltal mintegy kivéve a lehetőséget a kezünkből, a tekintetben, hogy a tagjainknak egy olyan helyzetet teremtsünk, ami hosszú távon stabil és kiszámíthatóvá teszi a foglalkoztatást készítő munkakörökben is. A tárgyalások során mindenképpen szeretnénk elérni, hogy legyen visszapótlék emelés azok munkakörökben foglalkoztatottak esetében is, ahol a készületi munkáltatás nem áll fenn. Egyébként erre már tavaly év folyamán tett ígéretet a MÁV ZRT vezetése, úgyhogy az nem nagyon fog menni, hogy kizárólag abból a forrásból fedezni a visszapótlék emelést, amely készítő jellegű munkáltatásból nyílott meg. Értelemszerűen nem fogunk engedni abból, hogy a tagjaink ne optimálisan kerüljenek ki ebből a párbeszédből. Erről is üzenem a tisztségviselőinknek, hogy helyi függelékmódosításokat e tekintetben semmilyen körülmények között ne írjanak alá, míg velünk erről nem egyeztetnek, kérjék ki a véleményünket, tanácsunkat, mert akarva akaratlanul is gyengítik a pozícióikat a tagjainknak, ha egy előnytelen kászmódosítás helyi függelékét látnak el aláírásukkal. De remélem, hogy ez felesleges intelemmel mindenki tudja a dolgát ebben a vonatkozásban. Továbbra is fontos azt hangsúlyoznom, hogy a munkáltató jogszerűen nem válogat a készleti jellegű foglalkoztatás okán abban, hogy vasárnap vagy szombatra rendel a rendkívül munkavégzést, egyértelműen szombatra kell okból akadóan elrendelni. Ha nem így jár el, jogsértő. Remélem, hogy ezt mindenki belátja és tiltakozik, hogyha a munkáltató ilyen sanda szándékkal újfent megkeresi és próbálja meggyőzni, hogy ez így helyes. Jó lenne, hogyha rövid időn belül le tudnánk zárni ezt a kérdést, hiszen számos ügy van még hátra, ami a bérmegállapodásból fakadóan feladatunk megoldani. A középtávú megállapodás megkötésére kell gondolnunk, azon belül a foglalkoztatáspolitikai egyességnek a továbbvitelére, a műszakpótlékök emelésének kérdéskörére, amelyben már jutottunk odáig, mint ahogy az ismert is, hogy a igazgatóságok mindegyike már összeállította azon szolgáltatóknak a listáját, ahol kívánatosnak tartja a műszakpótlék emelését. Nyilván kívánatos, akkor a lehetőséget is majd biztosítani fogja. Bárki bármit is mond, a készleti jellegű munkakörök körüli vita nem lehet befolyással a műszakpótlékkal érintett munkakörökre, hiszen a műszakpótlék független attól, hogy ki milyen munkakörben van foglalkoztatva, egységesen illeti meg
az adott munkakörökben foglalkoztatott vasutasokat. Szeretnék elérni, hogy a múlt évben bevezetett 10%-os pótlék egyre szélesebb körbe vonosodjon meg a MÁZ ZRT-nél. És még egyszer mondom, független attól, hogy milyen munkakörbe kerülnek alkalmazásra az érintettek.